A városokban sokkal könnyebb hozzájutni olyan információkhoz, amelynek segítségével döntést tudunk hozni egy pénzügyi termékkel kapcsolatban. A kis településeken nem működik pénzintézet, és csak az interneten keresztül tudnak információhoz jutni a pénzügyi tudatosság témakörében. A Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület egy előadássorozatra nyert támogatást a Magyar Nemzeti Banktól. Így a Boktaló rendházi járás lakosságának fogyasztói tudatosságán próbáltak javítani. Az előadás sorozat az minden településen három részből áll, és az első rész az pontosan erről szólt, hogy a általános értelemben a pénzügyi tudatosság mit jelent. Ugye régen nagyon szigorúan beosztották a paraszti világba a pénzt, és készültek tavasszal a nyára, nyáron az őszre, és mindennek meg volt a helye. Ez, ez elveszett ez a tudás jelentős részben, és néhány helyen azért megmaradt a, ez a, sok helyen úgymond ilyen négyzetrácsos füzetekben vezetik a, a havi bevételkiadást, és Azokat, akik viszont nem így csinálják, azokat erre biztattuk, mert jellemző módon a lakosság egy jelentős része az egyik hónapról a másik hónapra él bármiféle tudatos tervezés nélkül. Már Márpedig az bebizonyosodott az elmúlt években, évtizedekben, hogy azok az emberek, akik tervezik, pénzügyileg is és egyéb módon is az életüket, azok sokkal tovább jutnak és sokkal sikeresebbek az életben, mint akik uh, semmiféle tervezést uh, nem végeznek el, mert hiszen ha mi nem tervezünk, akkor majd tervez helyettünk az élet, vagy valaki más. A hitelfelvétel szempontjából szintén nagy különbségek vannak a vidéki és a városi lakók között. Sokan főleg a reklámokból tájékozódnak, ahol számtalan lényeges és apró betűs részt kihagynak a feltételekből, ez pedig akár a későbbi eladósodáshoz vezethet. Az interneten akár a hitelkonstrukciókat is összehasonlíthatjuk, így nagyobb rálátása lehet a lehetőségekre az érdeklődőknek. Ilyen táblázatot a Magyar Nemzeti Bank is készített például a lakáshitel lehetőségekről, de a bankszámla vezetésre is rákereshetünk az MNB honlapján. Utóbbival éves szinten akár 100 ezer forintot is spórolhatnak az ügyfelek. Úgy hiteles beszélni a pénzügyi konstrukciókról, hogyha ha bizonyos tapasztalatok birtokában vagyunk. Ugye az a kolléganő, aki a különböző banki konstrukciókról beszélt, ő jelenleg is hitelintézetben dolgozik, de ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy az a jó, hogyha csinálunk próbavásárlást, és az egyik egyesületi taggal bementünk, és az egy, nem mondom meg melyik nagy műszaki áruházba, hogy mondjuk hűtőszekrényt vásároljon. És ugye nulla százalékos hitelt kerestünk, azért nulla százalékos, mert ez egy, ha lehet mondani azt egy hitelre, hogy jó, ez egy, egy jó hitel. Egyébként sokan nem is hitték el a, a, válság után, hogy ez tényleg nulla százalékos, annyira nagy volt a bizalmatlanság a bankokkal kapcsolatban, például én sem. Ami eh, most már azért kezd vissza. De kezd, hála Istennek sokkal korrekter világban, mint régen volt. És lényeg az, hogy a 0%-os hitelre vásároltuk a hűtőszekrényt, de nem lehetett csak úgy megvásárolni, hogyha egy hitelkártyát is veszünk hozzá. <laughs> És hát bizony a, a, tapasztalat az az volt, hogy a, amikor hitelkártyát vásárlunk, vagy hitelkártyát kapunk egy bankfiókban, ott egészen korrektül elmondják a, részben a feltételeket, részben azt, hogy hogyan kell használni egy hitelkártyát, mert itt, ott nagyon oda kell figyelni, mert nagyon könnyen meg lehet csúszni. A magyar lakosság pénzügyi fogyasztóként fontos szerepet tölt be a gazdaság működésében. Az éppen tízesztendeje kirobbant válság rossz emléke, valamint a felmérések és a nemzetközi trendek is azt támasztják alá, hogy a hazai fogyasztók bizonytalanok, amit javarészt a pénzügyi ismeretek, illetve azok gyakorlati alkalmazásának hiánya okoz. Ezt felismerve a kormány 2017-től 2023-ig 7 éves stratégiai programot fogalmazott meg a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztésére. Az elkészült csomag gyakorlati megvalósítását két éves cselekvési tervekre bontották. A cél a magyar lakosság pénzügyi tudatosságát néhány éven belül a nemzetközi élvonal szintjére fejleszteni.